Igen. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Ez az, hajrá Magyarország! Látom, hogy kire fognak szavazni 16-án? Nem, nem. Szentendreiekre, na. Szentendreiekre. Ki az? Hopp, mondja hopp. Meg már nekem, kire kell szavazni. Én nem politizálok. Hopp, hopp! Atászion! Hopp, hopp! Úgy hívjuk a turistát, hogy önkéntes véradó. Minden jót magukra! Fehér ink kellene! Piros, fehér, kék! Hát ez a főtér régen Marx tér, így hívták Szentendre központját. Két Marx tere volt a városnak, hát a butább fél ilyen. Nem jött rá arra, hogy ennek megvan a böjtje. Szép régi rokokkóház, látják, hogy szörnyű a dísz. Ez a Bükkös patak, az ország egyik leghosszabb patakját látjuk. A Pilisből jön és éri el a Duná, majd megnézzük, hogy pontosan hol. Valamikor Királypatak volt a neve. Ez a szép, ez a jobboldali ház, tehát Kosárív a belvárosi épületeknek ez a neve. Majd a hagyományos házak egyike, nem csak a kocsit, a zablát, hanem a nyerget is a magyarok találták fel, az a régi hagyományos nyeregtetés. Ugye is ez a baronás építkezés, amikor az utca frontra merőlegesen építették ezeket a házakat. Itt lakik a Dupla Kovács. A neve is a szakmája is, az Kovács Andrének neve, és a mesterség a lakatos. Kovács. Egy komoly mesterember a Szentendrének. Egy igazi lokál patrióta. És hát sajnos minden ez csak nem templom. Olyan furcsán hatott ránk. Főleg amikor megláttuk ezt a... Aha, evangélikus templom? Evangélikus. Valami nagy fény. Mi is evangélikusok vagyunk. Érkezhetett. Egy gyönyörű kis kápolnát ennek a helyén. Ja, izé van itt a... Egy olyan ember, aki katona is katona volt, igen. Igen, igen. Honnan gyorsan, ami ilyen... Nem egyszer látom én is őt uniformisban, katona. Magas is annyi. Magas, magas is annyi. De nézzék, hát azért hát minden tradíciót nézzék. Úgy döntött a közgyűlés, hogy akkor itt már pedig akkor is lesz építkezés. Szeptember 15 a tervezett határidő. Terveink szerint azért a kivitelezés jobban halad, mint ahogy azt előre ütemezték.